Kezdjük akkor el. Ha már így alakult, akkor nyomunk egy kis Bloodborne-t. Elkezdjük. Meglátjuk, hogy haladunk, hogy alakul. Ahogy mondtam, én nagyon szerettem ezt a játékot. Ez volt az első Souls game egyébként, amit végigjátszottam. Rögtön a legjobbal kezdtem, ugye? Sokak szerint ez a legnehezebb. Hát nem tudom. Összességében lehet, hogy igaz, de mindegyik Souls game-nek van nehéz része. Ennek is. Az, hogy összességében, azt nem tudom. Nevermind, ez a game neked full új lesz. Én nagyon szerettem, a hangulata ennek talán a legjobb. Azok közül, amit eddig játszottam, ugye a DS3-ban még nem nyomtuk. De még az Elden Ringhez képest is azt mondom, hogy jobb a hangulata. Na, ahogy látjátok, 41 órát játszottam vele, még játszottam, DLC nélkül. Két boss maradt ki, mert akkoriban nagyon drága volt a kontroller. És úgy voltam vele, hogy jó van az úgy. De hát ez van. A PC Souls-ok legnehezebb boss előtt tűnt el a mentés. Oké. Na jó, tényleg, kezdjük el. Menjen online, hát ha mi jó üzeneteket kapunk. Oké. Okay. Subtitles, oké. Okay. Jó sötét legyen, mert ez egy nagyon sötét játék. Valóban. Meglátjuk menet közben majd még, hogy milyen, szóljatok, hogyha hangos, és akkor állítunk. Na hát akkor. Oh, yeah. Pale blood. Well, you've come to the right place. Yharnam is the home of blood ministration. You need only unravel its mystery. But where's an outsider like yourself to begin? Easy, with a bit of yarn and blood of your own. But first, you'll need a contract. Kell egy contract. Na! Legyen.
Azt mondja, hogy kezdő felszerelés, level 10, Blood Echoes 300, az Blood Echoes itt a Soul, Vitality, Endurance, Strength, Skill, Blood Tinge, Arcane. Hát, szerintem maradunk a kaptafánál, és egy ilyen Strength per Dex buildet fogunk csinálni, ami itt a Skill, ha jól emlékszem, de ezt majd megnézzük. Szóval nem fogunk varázsolni, nem fogunk semmi ilyesmit csinálni. Nem is tudom, hogy itt milyen varázslás vagy ilyesmi van, úgyhogy maradunk a Millie-nél. Vagy hát, na majd meglátjátok, hogy mi ez. Úgyhogy ez a Military Veteran lesz szerintem a mi. A miénk. Ugye Vitality az akkor kell, az azért fontos, hogyha hozzád érnek, amúgy nem számít. Az Endurance az mondjuk fontos, de sose foglalkoztunk vele nagyon. Úgyhogy maradunk a Military Veterannél, mert a Strength Skill kombóra ez ad a legtöbbet. Oké. Appearance. Nem tudom, milyen hangok voltak ezek, de mindegy is. Milyen legyen? Azért legyen kidobva egy kicsit, nem? Vagy slim? Kicsit olyan... Végül is hunterek vagyunk, szóval... jó, ez nem érdekel. Jó lesz. Nem vagyok hajlandó állítani. Oké. Similar face. Mi az, hogy similar? Nem tudom mi. Hair. Egyelőre ezt tetszik a legjobban. Mondjuk ez se rossz. Jó. Hát ez lesz. Hair color. De nem mondod, hogy RGB-n kell állítani. Szőke olyat hogy csinálok? Vagy legyen ősz. De tényleg hogy csinálok szőke olyat? Additive subtractive, never mind, ne zavarj össze. Hogy lesz sár? Na, valami van.
Piros meg zöldből többet, oké. Okay. Mennyi eszed van neked, Nevermind? Mindig is tudtam. Na, ez már olyan, nem? Miért szőke? Hát be milyen legyen? Nem, szőke lesz, szőke lesz. Vörös? Hát, látok elég vöröset itt. Errefele azért viszonylag gyakori. Főleg a helyiek. Nem sokat vacakolunk vele, ígérem. Csak olyan 4-5 órát. Hát ez így ősz, mi? Jó. Jó, természetesen a szemöldök maradt fekete, mert az úgy divatos. Mondjuk itt tudtam volna egyszerre állítani. Visszavesszük. Egy percig érem. Szakállunk úgy se lesz. Vagy legyen? Szóljatok, hogyha ez szerintetek nem szőke, és én meg színtévesztő vagyok. Bajusz. Az jó. Olyan szigorú arca van, nem? Mondjuk mitől mosolyogna? Jobb is. Jó. Ezzel majd vacakolunk a Cyberpunkba sokat. Most ez nem annyira érdekes. Pupillák. Szín az oké. Okay. Legyen? Az igen. Nem. Ja, akkor, hát igen, mondjuk a testre minek tetoválás, úgyse látszik. Jó. Oké. Okay. Jó. Na, rendben vagyunk. Szerintem rendben vagyunk. Na. Akkor kezdjük. Good. All signed and sealed. Now, let's begin the transfusion. Oh, don't you worry. Whatever happens, you may think it all a mere bad dream.
Milyen tea van? Twinings. You found yourself a hunter. Az emlékek. Nagyon fontos, a játék 30 FPS még mindig. És ez valószínűleg nem is fog változni. Seek pale blood to transcend the hunt. Jó. Várjátok, már nem biztos, hogy erre kell jönni. Most még körülnézek. Ha sötét a játék, hát igen. Mondjuk lehet, hogy egy picit állítok rajta, így hogy a pofámba világít minden. Hát, jobb nem lett. Jó. Igen, erre kell jönni. Na! Hát akkor kezdjük el. It is all thanks to Beast. You are the... No, right? Már fetrólon vagyunk. Target lokon. Jó, itt a tutoriál. Ez az a rész, amikor a játék azt mondja, hogy itt ebben a játékban meg lehet halni. The messengers offer you a trick weapon. Choose one. Trick weapons are widely wielded with the right hand and employed in beast hunting. Na, és akkor itt ugye kétféle lehetőség van, hát ezt őszintén szóval ez a cane, ez nem ismerem. Van ez a slow cleaver, ami ilyen egykezes főleg. Sőt, ez egykezes. Illetve van a Hunter's Axe, ami a kétkezes verzió. Én a Hunter's Axe-et akarom, hogy őszinte legyek, mert nekem ez jobban tetszik, sokkal.
Ezek két kezdő fegyver, egyébként meg lehet szerezni mindkettőt később. Azt nem tudom, hogy... Hát igen, kicsit nagyobb a damage a Hunter's Axe-nek. Meg kicsit magasabb szintet is igényel. Ugye a Kane az, ami főleg Dex weapon. Látjátok, már eleve ezt C-scalinges, ugye skillre, bocsánat, nem Dexre, skillre. De mondom, én mennék most egy Hunter Axe-el, mert hogy picit akkor strengthesebbre csináljuk most ezt meg. Picit olyan lomhább lesz a dolog. Jó. Igen. Okay. Jó. The messengers offer you a firearm. Choose one. Firearms are wielded with the left hand and employed in beast hunting. Na, és akkor itt a balkezes, ezt én nem nagyon használtam, megmondom őszintén az első végigjátszásom során, de most tervezem használni, tehát szeretném. Úgyhogy okosan kéne itt is választani. Azt mondja, hogy ez 70, ez meg 20, de mondom a fire rate-je magasabb a blunderbussnak. Csak mert ugye ilyen nagy diffi van a damage-be, akkor valami indokolná. Na mindegy. Szerintem blunderbuss lesz az a helyzet. Vagy nem? Várjál. Hát a blunderbusszal kéne. Jobban néz ki. Nem hiszem, hogy sokat fogom használni egyébként. A notebook received from the messengers. Leave messages with these loyal servants to share them with hunters in other worlds. Jó, hát ez a online üzenetküldés. Tehát ez a notebook, ez arra van. Nézzünk be ide. Majd legközelebb. Jó, és akkor itt lehet utazni. Tehát ezekkel a sírkövekkel lehet. Itt ez a Yharnam Headstone, ezzel megyünk majd vissza. És akkor még itt van pár... Fú, de furcsa, 30 FPS-be. Nem panaszkodom, csak mondom, hogy fura, meg kell szokni. Jó, ezekre nem is emlékszem pontosan, hogy mire lesznek jók, de majd... Majd meglátjuk. Jó, ez még itt zárva van. Így van, zárva van. Csak két évvel a DS2 után jött. Hát, megmondom nektek őszintén, a két játék kinézete között nem két év van. Tehát... van röszvon. Oké, itt lehet trédelni. Lehet eladni, venni ezt, azt, amazt. Igen, sok mindent. Majd hasznos. Jó, menjünk még itt körbe. Hát igen, itt a tutoriál tulajdonképpen. Gestures, personal effects. Tehát itt tényleg egy ilyen kis leírás, hogy a játék hogy működik. Megmondom őszintén, hogy nem mindenre emlékszem. Alapvetően ugyanaz tényleg, mint a többi Souls game. Tehát nagy különbség nincs. De azért szokni kell ezt is. Tehát valamennyi HP-t visszakapunk.
hogyha egyből visszatámadunk sérülés után. Igen, van visszaral. Ez majd fontos lesz az egyik bossnál, hogy a fegyverrel tudjuk staggerölni, tehát a pisztolyat tudjuk staggerölni. De jól kell időzíteni. Oké, charge attack. Igen. Jó, van charge attack ugyanis. Elegy, várjatok. Igen, majd ezt is kipróbáljuk, már nem emlékszem rá. Ez a kapu még zárva van. Jó, és itt már körbeértünk. Jó, hát akkor szerintem itt más nem tudunk csinálni, ugye a babával nem tudunk még interaktálni. Jó, itt venni nem tudunk semmit, úgyhogy akkor szerintem megyünk vissza Járnámba. Csak elő kéne venni, ugye, a fegyvert. Várjatok, right hand weapon. Igen, az így. Jó, és akkor, hát lehet így menni. Meg lehet így menni. És mi így fogunk menni. Tehát ez a fast attack, ez a strong, ez pedig a charge. Jó, és még a pisztolyt akarom kipróbálni. Annyira. Na, hát mi főleg így fogunk menni. Elképesztő. Na. Így van, first floor, sick room. Bonfire. Ma mindjárt megnézzük, már nem emlékszem, hogy hogy hívják. Na figyelj már, József, hogy volt ez múltkó? Ja igen, és a Soul-t tudja birtokolni lény. Nem tudom, hogy ez így van-e a Dark Souls 3-ba. Azt hiszem az Elden Ringben is volt így, ugye? Vagy nem? Már nem is emlékszem, hogy lényné tudott-e lenni Soul. Nem? Tehát, hogy most úgy megöltük a lényt, úgy kaptuk vissza a Soulunkat. Ami úgy nem volt, de... Na mindegy. Oké, természetesen a háromszög a heal. Csak hogy... összekeverjem majd. Ez a Blood Vial, a Quicksilver Bullets, ez a töltény a pisztolyba. Ebből volt nekem szerintem több ezer, mert hogy egyszer nem sütöttem el. Úgyhogy... na mindegy. Jó, gyorsan itt körbe szaladunk. De nincs semmi, és szerintem ez lesz egy shortcut, mi meg erre jövünk.
megérkeztünk Central Yharnamba. Igen. Igen, ez a Blood Vial a heal tulajdonképpen. Okay. Na menjünk. Nem is tudom, hogy emlékszem-e mi emlékszem. Oké. Okay. Semmi baj. Karakter neve mi volt? Nem tudom. Megmondom őszintén. Nem emlékszem. Megnézhetjük majd szerintem, mert talán ki lehet választani, hogy a másik karakterrel menj. A continue-val. Őket. Jó, és így vissza is kaptuk ugye a Blood Echo-t. Heal. Molotov. Kis moló, ez sosem árt. Itt van egy kar valahol. Igen. Ezt meghúzzuk. Mert szerintem arra még nem tudunk menni. Így van. Jó, itt a létre. Tulajdonképpen. Transports you back to Hunter's Dream, upon death you will awaken at this lamp. Jó, tehát ezzel csak a Hunter Dreambe tudunk mindig visszamenni, és a Hunter Dreamből tudunk teleportálni, vagy hát fast travel-ni. Valaki nagyon köhög. Oh, you must be a hunter. And not one from around here either. I'm Gilbert, a fellow outsider. You must have had a fine time of it. Yharnam has a special way of treating guests. Well, I don't think I could stand if I wanted to, but I'm willing to help if there's anything that can be done. This town is cursed. Whatever your reasons might be, you should plan a swift exit. Whatever can be gained from this place, it will do more harm than good. Pale blood, you say? Never heard of it. But if it's blood you're interested in, you should try the Healing Church. The church controls all knowledge on blood ministration and all varieties of blood. Across the valley to the east of Yharnam lies the town of the Healing Church, known as the Cathedral Ward. And deep within Cathedral Ward is the old Grand Cathedral, the birthplace of the Healing Church's special blood, or so they say. Yharnamites don't share much with outsiders. Normally, they wouldn't let you near the place, but the hunt is on tonight. This might be your chance.
Across the valley to the east of Yharnam, you'll find the cathedral. Deep within lies the old main cathedral. I haven't heard of Pale Blood. That's your best bet if it's... Okay. Jó, igen, ez majd a shortcut lesz. Ugorjunk már haza. Csak kíváncsi vagyok, hogy történt-e valami itt azóta. Jó, oké. Mehetünk vissza. És akkor itt már ki lehetett választani, hogy Central Yharnam. Bloodborne PSX? Fú, azt egyszer láttam, talán E-Hunter játszott vele. Kipróbáltam, jót rögtem. Jól néz ki. Na! Akkor kezdjünk bele Yharnamba. És mehetnénk. Are you that outsider? Well, sorry, but I don't want anything to do with you. Trot along, will ya? Are you that outsider? Well, sorry, but I don't want anything to do with ya. Trot along, will ya? Is it good here? Van egy nagy mackósajt, közben kinyitott a kapu, de az a nagy mackósajta most még nem foglalkozunk, mert... Mert igencsak problémás lenne. Blood echoes. Eddig jó.
Járnámra elég jól emlékszem. Párszor végigjöttem itt. Maradjunk annyiba. A nulla... Vagy mi a nulla alatta? Ez ilyen insight. Azokat lehet gyűjteni, bosszok meg... Nem is tudom már, nem is emlékszem pontosan, hogy miután. De... Bizonyos szintű insightnál bizonyos dolgok történnek a világban. Kellemes környék állítólag. Jó, hát menjünk. A heal farm egyébként. Igen, sok healt dobnak itt az ellenfelek. Hogy is volt erre? És ha gyűjtjük, egyre véresebbek vagyunk. Így van, nevermind, igen. Tehát ilyen bosszok után... Kalapul lehozik, mert bocsánat. Mi ezt leszedjük? Ezzel a résszel, hát én nem tudom, egy hétig biztos vacakoltam az első végigjátszás során, de lehet volt kettő is. Mindent is meg akarunk majd csinálni, az a terv, igen. Tehát minél jobban körbejárni a játékot, körbenézni mindent, kinyitni, föl, minden kavicsot fölemelni, tehát tényleg ez a úgymond 100%. Aztán majd meglátjuk persze, hogy hogy sikerül. Mert
mert azért itt vannak nagyon nehéz bosszok. A DLC-vel meg még nem is játszottam, úgyhogy az még külön lehet, hogy fantasztikus lesz. De meglátjuk. Na, inventory. Ugye van moló, ez magáért beszél. Pebble, ez kavics. Cold Blood Blue Dew. Ez a... Hát tulajdonképpen szól, amit így föl lehet venni. Ez a Blood Echoes. Hunter's Bark. Fú, ez nem is tudom, hogy mire jó. Mindegy. Notebook, ezzel tudunk üzenetet hagyni. Blaston Shard. Ja igen, ez a, mivel tudunk majd fegyvert fejleszteni. Oké, itt a fegyverek, itt van a cuccunk. Oké. Jó, egyelőre más nincs nálunk. Oké. Jó. Sajt. Oké. Torcs. Ja, utó Halloween. Hát igen, amúgy Halloween game-nek is beillene, főleg ez a járnám rész, bár mondjuk a többi se piskóta, de... Oké, itt van a kapu, és amikor azt hinnéd, hogy ki lehet nyitni... Nem lehet. Nem mintha olyan nagy shortcut lenne, de... Oké... Okay. Itt lesz majd, de a túloldalról. Igen. Oké. Semmi. Jó. Oké. Okay.
Arra még nem megyünk. Ott jöttünk végig. Nem erre kéne menni. Bloodstone Shard. Most nem emlékszem, hogy merre kéne menni. Arra biztos, hogy nem. Tehát az kizárt. Legalábbis itt a level 0-án még nem nagyon akarnék arra menni. Van egy kedvenc fegyverem, az amit a kezembe tartok. Az. Mindegy, jövünk erre. Akkor menjünk létre. Ott is ott egy létre. Lehet, hogy meg fogunk halni. Okay. Eddig jó. Hát olyan ez a Souls game, mint a biciklizés. Csak ritmusba kell jönni, és akkor utána jó lesz. Csak tudnám, merre kell menni. A rohadt sok szó van nálunk, az a bajom. Itt egy létra. Nyúl vagyok. Berezeltem. Sajnálom. Hazamegyünk. De várjatok már. Hiába megyünk haza. Jó. Mondom, menjünk haza szintet lépni, de hát még nem működik a... Még nincs lehetőség.
ezt hogy is kell? Ez biztos, hogy direkt van így. Ja, okay. Nem baj, lemegyünk és megharcolunk. És akkor itt van egy Hunter set, amit amúgy meg tudtunk volna venni lent. Nézzük meg, azt mondja, hogy hát sokkal jobb, azt mindenképp meg kell hagyni. Tehát a mindenféle resistance, physical death, blood, arcane, firebolt, minden jobb. Úgyhogy ezt föl is tesszük. Na, azért elég menőn nézünk ki. Oké. Sem körbe szaladok, hogy van itt valami. Bár szerintem nincsen. Nem emlékszem komolyan, hogy ilyen apróságokra. De... Nothing but inquisitiveness here. Cool. Akkor mehetünk. Lehet ugrani. Most megint a DS2-be. Vagyis.
Nincs, eldobáltuk az összes molónkat, mi? Ezek a földből előbújó csontik, ezek vagy a tutoriál az elején, vagy az üzenet, amit más playerek hagytak. Tehát az, ami más Souls game-ekben is jellemző. Shit. És ugye a heal, az itt consumable, tehát nincs Estus. Tehát ha pihensz. Az nem termeli újra. Mármint, hogyha leülsz a bonfire-hez, nincs egy bonfire. Hol a pécsbe vagyunk? Valaki random meghalt. Potkony. Szerintem ezt tudjuk használni izére, insight növelésre. Use to gain insight, így van. Tehát ezzel tudunk egy insightot szerezni. Szerintem ez most nekünk amúgy kell is. Majd, ha jól emlékszem, hogy mire kell, akkor majd mondom, hogy az-e, vagy nem. Ezt most jól megaszontam, de mindjárt kiderül. Vagy legalábbis lehet, hogy mindjárt kiderül. De most... Azt mondját, azt hiszitek, hogy eltévedtem. De nem. Mert szerintem ez a létre pontosan oda vezet, ahova gondolom, hogy vezet. Hát
Hát, hogy nem. Wretched outsider. Trying to fool me to open this door. Heaven's the depths of depravity. Wretched outsider. Trying to fool heavens. Lehet, hogy mégsem oda jutunk ki, ahol gondolom. Vagy igen? Igen. Oké. Okay. Na most viszont, ha már itt vagyunk ilyen közel, akkor hazamegyünk. Vagy hát a Hunter's Dreambe visszamegyünk. És... És megnézek valamit. Elvileg már tudunk szerintem szintet lépni, de... Ez itt hogy halt meg? Nem is voltam erre. Na. Lássuk, hogy jól emlékszem-e arra, amire emlékszem. Kellett egy insight. Hello, good hunter. I am a doll. Here in this dream to look after you. Honorable hunter, pursue the echoes of blood. And I will channel them into your strength. You will hunt beasts. And I will be here for you. To embolden your sickly spirit. Did you speak with German? He was a hunter long, long ago, but now serves only to advise them. He is obscure, unseen in the dreaming world. Still, he stays here, in this dream. Such is his purpose. Ah, the little ones, inhabitants of the dream. They find hunters like yourself, worship and serve them. Speak words they do not. But still, aren't they sweet? Ah, the little ones, they find hunters speak. Okay. Use blood echoes to raise stats and level up. Very well. Let the echoes become your strength. No. Let me stand close. Now shut your eyes. Jó, és akkor hát itt vannak a statok igazából. Azt mondja, hogy hát strength-re kéne először, mert hogy arra szkélel jobban a fegyó. Úgyhogy tolunk rá egy kicsit. Jó. Farewell.
good hunter. May you find your worth in the waking world. Viszont van nálunk még egy, sőt kettő is. Oké, ezt most betegyünk. Így van, és akkor még Welcome tudunk. Welcome home, good hunter. What is it you desire? Welcome home, good hunter. Very well. Let me... Jó. Hát nem tudunk most... jó. Nem kell sok, de... most nem tudunk. Farewell, good hunter. May you find your worth in the waking world. Consume insight and ring the beckoning bell to enlist the cooperation of hunters from other worlds. Jó, tehát insight ér. Meg, tehát insightba kerül, hogy valakit tudjunk summonolni. Silencing blank ends such form of cooperation. Oké, okay, tehát a reckoning bell tudunk summonolni, a silencing blank-el meg el tudjuk küldeni. Ok. Jó, közben kinyílt ez is. Consume insight. Old hunter bell. Na várjatok. Call to old hunters for help. Ja, igen, ez a NPC summon. Ja. Legalábbis, ha jól emlékszem. Jó. Na, mi van itten? German. Aha! You must be the new hunter. Hunter. Welcome to the hunter's dream. This will be your home for now. I am... German. Friend to you hunters. You're sure to be in a fine haze about now, but don't think too hard about all of this. Just go out and kill a few beasts. It's for your own good. You know, it's just what hunters do. You'll get used to it. This was once a safe haven for hunters. A workshop where hunters used blood to enhance their weapons and flesh. We don't have as many tools as we once did, but you're welcome to use whatever you find. Even the dog, should it please you. This was once a safe haven for hunters. A workshop where hunters used blood to enhance their weapons and flesh. We don't have as many tools as we once did, but you're welcome to use whatever you find. Even the dog. Okay. To escape this dreadful hunter's dream heart, the source of the spreading scourge of beasts, let the night carry on forever. Igen, itt a workshop. Ah, és akkor így van. Fortify. Using bloodstones. What? Igen, bloodstone shard. Igen, 4 darab kell hozzá. Nem. 3 darab kell hozzá, és 4 darab van. És 240 blood echoes-ba kerül. Jó. Akkor csapatunk ezen is. Jó, a következő az 5 Bloodstone Sharp kell. Ha jól emlékszem, ez is 10-ig megy.
Szóval... Ja. Meg lehet a fegyvert is fejleszteni. Mármint, hogy a lőfegyvert. Oké, meg lehet beletenni valami köveket is, de arra most nem emlékszem már, hogy hogyan. Ugye ez a Bloodgem Effects, ha ott látjátok, ott a háromból csak egy aktív. Valahogy lehet bele azt is rakni, csak már nem emlékszem, hogy. De majd menet közben kitalálj, vagy hát rájövünk. Riperelni nincs mit. Ja, akkor mehetünk is. Na, és akkor elvileg... Igen, itt van a storage. És akkor le tudunk tenni egy csomó mindent. Tehát ide a storage-ba került, tehát hogyha most látjátok, van 20 healing, hogyha ezen felül veszünk fel, akkor az ide kerül a storage-ba, és minden egyes új éledésnél föltölti a nálunk lévőt. Nem ezt akartam. Jó. Na, még egyet megnéznék. Nem emlékszem, mennyi kell. Nem sok kell. Welcome home. What is it? Very well. Let. Szóval, hogy 300 kellene. Farewell, good hunter. Ez könnyű megoldani. Eladunk 10 lőszert. Nincs nagyon fog kelleni. Meg elég jól adja a játék, szóval. Welcome home. What is it? Very well. Egy szintet még tudunk lépni. Jó. Nem olyan balanszoltan fogjuk a strength-et meg a skill-t tolni. Tehát úgy nagyjából párhuzamosan. Farewell, good hunter. Meg... May you find your worth in the waking world. Ahogy nehezedik a game, úgy majd adunk egy kicsit a HP-ra is. Na. Ennek örülök, hogy ezt meg tudtuk tenni, hogy itt szintet lépünk meg. Megfejlesztjük a fegyót. Úgyhogy akkor mehetünk is tovább. Próbáljuk meg. Oké. Azt hittem, hogy keményebb tökű, legalábbis úgy emlékeztem. De hát nem az. És akkor miért is kellett ide jönni? Nem is emlékszem, lehet, hogy nincs is itt semmi. Oké. Eddig is szó a kiképzés után easy peasy. Hát, mondjuk lehet, hogy közrejátszik. Halló? Na gyertek. Mondjuk belenéztem én is. Ez a kombó nagyon jó. Ez a heavy attack, fast attack. És még utána egy backstepre is marad. Backstepre is marad stamina.
Nincsen bonfire, ezek a lámpások vannak, amik hát checkpointok tulajdonképpen. Hát fast travelni úgy tudok, hogy hazamegyek, és... Tehát a Hunter's Dreamből tudok utazni. Szóval... Végül is van fast travel. Szívül sikerült. Föl már nem megyünk. Igen, és ez a szó, tehát itt mindig végig kell menni. Többi Souls Game-hez képest egy kicsit más, hogy iszonyatosan fröcsög a vér. Tehát sokkal véresebb szerintem, bármilyen furán is hangzik, mint eddig bármelyik Souls Game. Feltétlenül elestni. Kutya belement a tűzbe, nem volt. Tarantino rendezte? Hát, és még Tarantino hagyján. Mint egy Robert Rodriguez. Na az. Ott az item. Csak fölvesz. Harangoznak. Jobb a fegyó. Sokkal jobb a fegyó. Egy-két hangeffekt ismerős? Hát... Amúgy az nem kizárt. Ez most nekem fura. Hogy ez miért van itt. Valaki nagyon bujálkodik itt. Vagy sír. Ezt nem tudom megmondani. Na jó, így nyitottunk shortcutot, úgyhogy akkor itt folytatjuk. Hát ez most nem sikerült. Bye.
madarak vannak. Volt létre, ugye? Igen. Okay. Igyekszek nem kihagyni területet, de azért majd streamek között ránézek a guide-ra, hogy minden meglegyen. Szedegetjük a Bloodstone shardokat. Még nem arra megyünk szerintem. De mindjárt kiderül. Még el akarok menni erre. Egy olajos urna. Jó, na, most emeltünk arra. De itemeket össze kellett szedni. Rengeteg hírt felhalmozunk, de mondom, ez a járnám map, ez erről híres úgymond, vagy hát ez a egyik előnye.
Mik ezek a hangok? Potkónyok. És azt nézem, hogy igen, arra itt csak patkányok vannak. Jó. Még mielőtt leugrunk, elnézünk arra fölfel a lépcsőn. Dark Souls move. You're a hunter, aren't you? Then, well, do you know of any safe places? Hú, erre valami választ kell majd adni, de... Bird I have. Shutting up indoors isn't always enough. Well, if you hunters got off your arses, you wouldn't be in this mess. You're obligated to help me, you hear? So what'll it be? Are you gonna tell me you're not? Yeah, I should have known. You're good for nothing. No respect for the elderly is what that is. Erre esküszöm, nem emlékszem, hogy mi volt ez. Na mindegy. Visszajövünk majd szerintem. Mert azt hiszem tudom, hogy később lesz valami hely, amit meg kell tisztítani, és akkor már lesz safe space, mert hogy valami, ugye azt kérdezte, hogy ismerünk-e valami safe space-t. Megőrültek, teljesen megőrültek. Odeon Chapel. Igen, valami, azt tudom, hogy helyeket kell felszabadítani. De ezt most hirtelen nem tudnám megmondani, hogy milyen helyek voltak. Josefskas klinik. Szerintem oda biztos nem, mert Josefka az majd... Na mindegy, nem akarok spoilerezni. De nem Josefka lesz a...
az okos választás. Hogy mi? Szép. Meg különben is kerek és szék, nem tolószék. When the hunt began, the healing church abandoned us, blocking the great bridge to the cathedral ward, as they burned all the Arnhem to the ground on that moonlight. Moonlit night. Hát egy kis sztori. Kicsit a világról. Az a baj, hogy ketten vannak. De könnyű eljutni. Könnyű? Hát... Hogy kéne? Shortcuton keresztül, amit kinyitottunk, el tudunk ide jutni. Viszonylag hamar. De az még nem erre van. Vagy hogy kéne? De erre is jön. Mindegy. Hát futni át tudom. Ja, tulajdonképpen már itt is vagyunk, nem is kellett a shortcut. Nem takar ki elvileg semmit a fejem. Nincs mögötte semmi. Vagy igen? Szeretek, hogyha valamit állítsak át, de nincs mögötte semmi. Hood. Ja, bagola izé. Hát igen. Az bagola egy kicsit. Na, itt is vagyunk.
ez nem tudom mi volt. Jött a nagy pufi rizsa. Érdekes, most nem adta vissza a szólt. Tehát most nem náluk volt, hanem a földre tette le. Minden fönt van a bal, a két felső sarokban. Mögöttem semmi nincs. Az érdekes. Ezt akartam. Hol akar? Így is nyílik. Ennek nagyon örülök most. Vissza is megyünk szintet lépni. Meg lehet, hogy fejleszteni is tudunk. Elég sok izét felszedtünk. Cuccot. Nem, mert 5 kell, nem 3, úgyhogy akkor csak szintet lépünk. Welcome home, good hunter. What is it you desire? Nincs új szöveg. Very well. Let the echo let. Hát ez ad atakra, úgyhogy... Ez, és vettünk fel szólt, szóval... Még egy kettőt benyomunk talán. Farewell, good hunt, may... Ó, vettünk fel ilyen hármas szintűt is. Mert hogy ez úgy van ilyen egyes, meg hármas szintű, tehát nem, nincs külön neve, mint a többi Souls game-be. Akkor benyomjunk mindent. Tudunk akkor még bőven szint. Welcome home, good hunter. Nem, még nem. Gyert. Welcome, what is it? Very well, let me... Farewell, good hunter. Jól haladunk, azt kell, hogy mondjam. Úgyhogy kicsit még nézelődünk itt a környéken. Ennek nagyon örülök, hogy ezt ki tudtuk most nyitni.
Ez egy shortcut lift lesz majd. Csak ebbe aktiválni kell. Eléggé eltévedtem. Mármint, hogy... Van ötletem, hogy merre kéne tovább menni, csak... Nem arra akarok menni, le a csatornába. De lehet, hogy arra kell majd. Már csak azért is, mert az a lift nincs beaktiválva. Más ötletem meg nincsen, hirtelen. Nothing but sobbing here. Még egy dolgot tehetünk. Jó, akkor lenézünk a csatornába. Na, megnézzük, mi van ott lent. És azon kívül még egy dolgot tudunk csinálni. Itt se voltunk szerint. Igen, ez a izé. Jó. Shortcut. Mondom, hogy könnyű eltévedni. Igen, itt volt a két nagy medvesajt. Arra van a lift, hát akkor erre tudunk csak jönni. És akkor le a csatornába. Legyünk oda a patkónyokhoz. Volt még egy, nem? Aha, ott. Hmm.
Lehet, hogy pont nem ide kell tenni a másik oldalra. Föl... nem vettünk. Azt néztem, hogy molót vettünk-e föl. De várjátok, mert lent már voltunk. Basszus. Igen, itt már egyszer végigjöttünk. Itt már voltunk bezony. Itt még nem mentünk el szerintem minden irányba. Ja, arra még nem mentünk el. Itt egyből följöttünk a létre. Erre nem jöttünk el. Cserített, én mondom, nekem ez a kedvenc Souls game-em talán. Már így a hangulatot tekintve mindenképp. Most nem azt mondom, nyilván nem ez a legjobb. Volt egy-két boss, amikor annyira nem, de... ez már csak ilyen. Na, oda nem megyünk be. De nincs értelme. Semmi értelme azzal a medvével küzdeni. Úgyhogy oda nem megyünk be, vagy vaddisznó, vagy mi a tök az. Oké. Is van. Go!
ez a fickó az igazi 200-ig amúgy. És ez is shortcut, ha most belegondolok. Soul Hunter Badge. Soul. Badge of a Workshop Sanctioned Hunter. Meaningless badge, except the messengers in the bars who understand its profundity. Nem tudom mi ez, megnézzük. Oké, hát végül is akkor nem volt rossz ide eljönni. Nem tudtam, hogy melyik fogja túlélni, meg melyik nem. Hirtelen aggódtam is. Ti is érzitek? Az első igazi szerintem fájni fog nagyon most. Beasts all over the shop. You'll be one of them. Sooner or later. Thank you.
Nagyon agilis, nagyon-nagyon agilis. Erre a second face idézse, egy second face-re nem is emlékeztem. Mindig nem vészes a boss run. Mert ideig a liftig kell szaladni kb. Aztán ott is vagyunk. Hát mondjuk lehet, hogy őket meg kellett volna ölni. Nem, jó, nem jó. Tudja ő is, hogy miért sérti. Az előbb fölvettünk valamit, meg akartam nézni. Igen, ez a Bloodhunter's Mark, awaken a new without losing blood echoes. Awaken a new. De ez a haza lehet tépézni? Bárhonnan? Sírkövek nagyon útját állják. Mondjuk ő is át tud ütni rajta. Jó, visszaszereztük. Most a földön volt a Bladekhoz. Thank you.
elképesztő, mit művel itt a végén. Lehet, hogy lőni kéne, és akkor az tegereli. Így megpróbálni kidodzsolgatni. Nem, hogy elszaladnék emellett is. Hello, fiú. A Thumbstone blokk az nekem ilyen exploit. Igazából hagyd már abba, hát fasz. De az első fézzel nincs is baj. Tehát az, látjátok, viszonylag könnyedén megvan. Őket most nem basztatjuk. Mármint, hogy viszonylag könnyed, azt meg lehet oldani. Hogy kicsit, tehát, hogy nem sebzem. Oh shit. Nem figyelek oda. Tehát, hogy így el tudok bújni egy kicsit, hogy kicsit beragadtam. Semmi baj. Tehát, hogy egy kis levegőhöz jussak. Megtörni a postsőjét egy kicsit, vagy úgy stagerolni, vagy...
Tombstone engem is blokkol. Mármint olyan értemben, hogy megakadok benne. Megpróbáljuk fegyverrel. Csak az a baj, hogy... mindjárt kipróbáljuk. De figyelj már, Jóska, gyere már egy picit. Tizennyolc töltényünk van. Itt most nálunk. Jó, hát akkor a second phase-re elővesszük a pisztolyt. Jó, Blunder Blast. Ami az interneten van, az mindig igaz. Addig életbe. Csak ez az, hogy ez fogy. Az a baj. Egyszer is két kezesre. Nem is emlékszem rá, hogy... Na mindegy, most áttette. Ez a nagy medve is mondja, hogy it's your fault. Ezek is.
Okay. Valaki menekült szemből. Jaj, én oda be nem megyek. Van. Igaz, mi is meghaltunk, de... Itt a végén elvitt nagyon a hív. Annyira akartam, hogy belehaltam. Nem baj, visszamegyünk, összeszedjük a szót. Igen, itt az utolsó izénél az tegőt nem vittem be rendesen. Nem baj? Ennek nagyon örülök. Hát, őszintén az első végigjátszásnál nem tudom mennyi idő volt ez, de ideig eljutni, de nagyon sok. Nagyon sok. De jó, ez a... ez a lövés, hogy annyira sztegörölte, hogy be tudtuk vinni a seggezőt, mondjuk szemből, amíg a tököző, de az íjidatlan nagyot sebzett rajta, hatalmasan.
akartam mondani, hogy most nem kéne meghalni. No. Nézzük még, mi van itt. Oké. Gyorsan körbenézünk itt, ebbe a csodás temetőbe. Ugye ő volt Father Gascoigne. Lenyomtunk. És majd arra megyünk tovább. Ja, adott valami itemet, csak már nem is tudom, hogy mit. Ja, igen, ez a Oedon Tomb Key-t. Ezzel megyünk majd tovább. Jó. De most hazamegyünk, szintet lépni. Látjátok, csak így a Hunter's Dreambe lehet vele visszamenni. Onnan meg lehet menni akármerre. Na. Ez a baba már. Itt van. Welcome home, good hunter. What is it you desire? Tudom, hogy tudok húzni, oda menjünk most, csak azt akartam megnézni, hogy tudunk-e beszélni vele valamit. Jó, és akkor egyet nyomunk erre. Ja. Következőhöz 8 kell. Jó. Na. Nem akarok róla beszélni. Nem tudom, mi történt. Welcome. What is? Okay. Leaping scene. Very well. Let me stand. Hát ez 5-öt ad rá. Ez még csak 2-t. Hát akkor egyelőre még a strength-t nyomjuk. Jó. Farewell, good hunter. May you find your worth in the waking world. Csak szó nincs nálam. Hát egy van. Mi kell még? Welcome, what is... Very let... Hát még sok kell, úgyhogy... Farewell, good hunter. Egyelőre hagyjuk. Na, és még egy dolog miatt visszamegyünk. Jó lesz innen. Még egy dolgot meg akarok csinálni. Gyorsan elszaladunk oda.
Hűha! Majdnem fagyos lett. Hangulat. Nem baj most. Hát... igen. Rás szólsz. Innentől már. Nagyon jó, hogy van sátoljuk. Mindig komplikált a dolog. Ez a rész, ez sosem egyszerű. Sosincs az, hogy ütemesen, ritmusra meg lehet ölni. Hogy volt? Nem is emlékszem, hogy... Shortcut felől? Jó, erre. A mögéjük akarok bemenni. Közelíteni. Hát nem itt. Milyen itt vannak a dugók? Erre csak itt föl lehet jönni, ugye? Ja, itt nincs más út. Ez meg így simán csak levezet ide. Ja. Erre nem tudok akkor jönni. Yeah.
Ez a charge attack, ez... ez elég jónak ígérkezik. Szerintem nem kell ennyire visszajönni. Az igen. Nem fogom megtalálni. Akkor csak arról kell mennünk. Még menjek? Lehet, hogy itt a létrán fölmegyek. Mindegy, nem érdekes, eljünk erre. Próbáljuk megdobni őket molotov koktéllal. Még egy last try, aztán... Ez a két vérfarkas, vagy mi a tököm, ez nagyon idegesít. Thank you.
onnan a hátba lőtt. Most meg érdekes, hogy most nála volt a szól. Hát jó. Szálltam ide, hát ha... Igen. Tudom, de nem boss, na. Tehát...
Hunter Sword Hunter badge-et kaptunk. Egy kis szólt. Meg egy lámpást. Srácok, azt hiszem belekezdtünk a Bloodborne-ba, úgyhogy itt most megállunk, ugyanis este van, úgyhogy én nagyon szépen köszönöm a figyelmet, innen folytatjuk majd legközelebb. Szóval, ja, nincsen screen. Outro screen. Well. Hát azt mondja nem tudok kattintani. Na mindegy. De sehol nem tudok kattintani. Pulyka meg van még. Milyen pulyka? A gyöngyú az hogy ne lenne meg, persze. Csak a Windows nem enged kattintani. De miért nem? Gyanús dolog történik itt.